Mazda CX-30, én lehet, hogy korábban már mondtam, sőt biztos, hogy többször elmondtam, hogy nekem ezek a futurisztikus krix-krax formák annyira nem tetszenek, de hogy a Mazdának jól áll, és nem csak fotón néz ki nagyon-nagyon jól ez az autó, hanem így élőben is, az biztos. Mi ez a dizájn? Hát ez a dizájn a Kodó névre hallgat, és jelen verziója, ami 2012-es indulása óta az első, a Mazda 6-ossal, ugye már kicsit alakult, az most az extra keskeny lámpákat vette föl, ugye maga a formai átszadozás, illetve egy óriási hűtőmaszkot, de összességében egy nagyon morcos elejét kapta az autó, ami majd, hogy nem így vicsorogva előre nyúlik, mint egy ilyen kis porszívó orr, és egy nagyon hosszú motorháztetőbe folytatódik ez, főleg ha azt nézzük, hogy az autó az hát egy ilyen 4,4 méteres kompakt crossover, és mégis ilyen arányokat tudtak neki adni. Kíváncsi vagyok arra, és őszinte választ kérek, hogy neked ez a fekete sáv, ez mennyire tetszik az autóban. Optikailag biztos, hogy sokat jelent, egy kicsit talán magasabbnak látszik tőle az autó, nekem annyira nem jön be, de hogyha azt mondod, hogy van funkciója, meg van, amiért ezt kitalálták, akkor meggyőzhető vagyok. Bevallom, az első sajtófotók láttán szörnyűködtem, hogy úristen, egy ilyen csodálatos formát, ilyen íveket, ilyen állóhelyzetben és mozgást érzékeltető lemezruhát, hogy lehet így elrontani, de amint megláttam élőben, ez már kevésbé volt rossz. Inkább azt hangsúlyozza, hogy azért ez egy emelt autó, és az arányait kicsit jó irányba tolja el, mert ezek a fekete elemek kicsit laposabbnak mutatják az autót, és azért nem beszélve arról, hogy ez azért főleg városban lesz majd használatban, és bárhol neki megyünk parkoláskor, vásárláskor az oldalának, az ez a műanyag elem mindig meg fogja védeni a fényezést. Óriási kontraszt, hogy az első lámpák például hogyan alakulnak át a hátsóban. Oké, hogy itt is megvan ez a húzott forma, de hogy a vége az meg kör, és engem nagyon emlékeztet, még az unokatestvérem nagypapájának volt egy Zaporozsece a garázsban, annak volt ugyanilyen körlámpája, és én szerelmes voltam abba a formába, de itt is meglátszik valami hasonló, tök jól néz ki. Nagyon jó, ugye teljesen elmentünk már ebbe a háromdimenziós lámpa tervezésbe. Ezen nagyon jól látszik, hogy egy ilyen kis szemöldöket rittyentettek így fölé feketéből, és ez a kör alakít nagyon, az is morcosan néz hátrafelé, és viszont azért ezek az elnyúló hosszú élek egy kicsit ülteték, kicsit laposabbnak mutatják hátulról és az autót, miközben azért van egy kis púpja, és emögött nyilván egy korrekt méretű csomagtér is lapul. Minden Mazdában a benzines motorokhoz párosítanak egy mild hibrid rendszert, ami azt jelenti, hogy egy ilyen 24 voltos akkumulátoros hibrid rendszert tesznek bele. Itt a lényeg csak azon van, hogy a fékezési energiát betápláljuk ebbe a plusz akkumulátorba, és egy az, hogy a fogyasztókat, mondok itt a klímára, szórakoztató elektronikára, tudjuk ezzel etetni, és így nem a motor energiája vészel annak a működtetésekor sem, illetve elinduláskor és gyorsításokkor is az a generátor az rásegít, és olyankor néha, ha olyan helyzetben van a motor, akkor akár még egy turbós erőforrás érzetét is kelti azzal, hogy nagyon-nagyon meg tud indulni. Ugye most azt látjuk, hogy a mild hibrid rendszer hogy működik. Most éppen a segítségével az aksiból is megy egy kis energia a hajtáshoz. Amikor levesszük a gázról a lábunkat, akkor egyből elkezd tölteni. És hogyha ügyesek vagyunk, és mondjuk egy egyenletes sebességet felveszünk, akkor pedig csak két henger üzemel, nem pedig négy. Hát előttem is van egy kijelző,
ami a head-up display, ezt ugye nem látod te, de én látom a sebességet, a tempomatnak a beállítását, vagy éppen a tábla felismerő, vagy a navigációnak az információit, és ez is megint csak azt szolgálja, hogy a biztonságos vezetés lehetőség adott, ugye, hiszen gyakorlatilag az utat nézem, és mégis látok alapinformációkat. Mazdánál ugye ez a SkyActiv motor családnak a G változata van benn, aminek van érdekessége, mégpedig az, hogy 2 literes szívó benzines erőforrás. 4 hengerrel. Turbo? Nincs. Mi? Hát, mert a Mazda így döntött, ebben egyedi a gyártók között, kicsi gyártó saját útján halad, és ő eldöntötte, hogy inkább csinál egy ilyen szívómotort, amit extra nagy kompresszióra tervezett, egy kicsit úgy működik, mint a dízelmotorok, persze nem öngyulladós, és ettől a fogyasztás nagyon-nagyon jónak ígéri. A tapasztalat pedig az, hogy ténylegesen ahhoz képest, hogy egy 2 literes nagyköpszentés motor van benn, 6-7 liter között meg lehet vele vegyesben állni. Ez egy bolygóműves, klasszikus felépítésű váltómű, ami a szívómotor mellett egy másik tartós darabnak ígérkezik. A Mazdának a saját fejlesztése, hadsebességes. Nyilván vannak gyorsabb rendszerek, többsebességes rendszerek, de nagyon jól teszi a dolgát, és azért, hogy a divatnak megfeleljen, egy kis kormány fülecskét kapunk, vissza tudunk váltani, ha kell, és akár tudjuk mi is vezérelni a motort, és hogyha kell, akkor nagyobb gáznál bizony elindul. Ez a Mazda, annak ellenére, hogy papíron csak 122 lóerő és 213 Nm, ami rendelkezésre áll, viszont még egyszer mondom, a tartóság miatt ez valószínűleg hosszú távon kifizetődő. Viktor, egy megnyugtató választ kérek, hogy nem csak ilyen színben kapható, mert hogy én eddig akármilyen katalógust, akármilyen fotót láttam erről az autóról, ez a bordó féle szín. Soul Red Crystal, pontos színe. Ezt akartam mondani, ezt ugye, számból vetted ki a szót. Figyelj, ezt a japán mérnökök, a Mazda mérnökei nagyon sokáig keverték, fújási technikát dolgoztak ki rá, egyébként tényleg sok rétegből áll, eszméletlen jól mutat. Mondjad. Más színben is kapható. Okay. Fehér, kék, fekete, ezüst, minden olyan, ami kevésbé néz ki jól. Mennyiért kapjuk meg? Ez a 122 lovas G-s motorral az alapverzió, az 7,6 millió forint, kicsit több, mint 7,6 millió forint, ami szerintem nagyon korrekt, mert nagyon bőséges az alapfelszereltség. Egy 500 000-es csomaggal aztán már ilyen kerekeket kapunk, és belül is még egy-két olyan dolgot, Digit Klímától kezdve az elektromos csomagtér nyitásig, amitől már az autó majdnem ugyanezt tudja, mint a tesztautónk, amiben azért még van Bose csomag, Bird csomag, egy-két plusz még a vezetés technikával, amit hozzá tud tenni, tehát ez mondjuk egy 10 milliós kategóriát eléri, amivel nagyot lehet dobni, az gyakorlatilag az összkerékhajtás, mert az is elérhető, a sajnos több mint 1 millió forint, bőven több mint 1 millió forint felára megy, de ha remélhetőleg kijön az új SkyActiv X motor, a 180 lóerős, még azzal sem lesz egy jó felszereltsége 10 milliós áramhatár fölötti az ára, és az viszont dízel fogyasztást és sokkal nagyobb teljesítményt, tehát igazán egy jól menő autót ad. Én úgy gondolom, hogy kicsit a prémium felé kacsingató minőséggel, japán technikával ez korrekt.